A fórum témája volt, hogy a hulladékot hogyan lehet csökkenteni közösen, közösségben, és az, hogy hogyan valósítható meg kisgyermekeseknél. Ugye a háztartás vezetek én, és mindig igyekeztem a háztartáson belül is betartani azt, hogy ez a háztartás összesen valamennyire környezettudatos legyen, tehát mindig figyelek a mai napig is, meg mindig is ugye nagyon szelektíven ültsük össze a még mindig termelődő hulladékot, mert ez csak van még ezt. Aztán mindig nagyon figyeltek a felújításra otthon, a javításokra, hogy javítsam a dolgot, illetve az újrahasznosításra. És akkor most a foltvárás tegyen az újrahasznosításról hoztam egy-két dolgot, majd képeket is, mert elég gyors volt a szervezésem, és akkor kezdeném ezzel a táskával. A táskámról annyit szeretnék elmondani, hogy ez a kék anyag, az egy nagyon-nagyon régi kabátom volt, aminek a kabátomnak a bírése tönkre ment, a külső anyaga nem ment tönkre. Mindig készültem, hogy majd kicserélem a bélést, de hát azért egy kabát bélést kicserélni nem egyszerű, nem kis munka, és akkor nem valamit egy éve vagy két év, úgy döntöttem, hogy na jó, akkor ezt elengedjük ezt a projektet, úgyhogy ebből a kabátomból lett ez a táska, amit imádok egyébként, szegényként most is jó koszos, mert állandóan húzom. Tehát van benne kívül zseb, kettő, belül négy darab zsebbe van, úgyhogy én mindent ott legyen, ahol én szeretném. Ez az anyag, ez bevallom, ez az egy íz, a dísz zseb, mert itt is van egy zsebe, ezt vásároltam. A füle pedig egy régi táskámnak a füle, amit a táskát kidobtam, de a fülét leszettem, gondolván, hogy jó lesz még egyszer valamire, és erre a táskára meg tökéletesen illet, úgyhogy ez a táska ez így készült, hogy egy régi kabátomból. És hát szoktam új anyagból is varni, ez nem titok, tehát ez új anyag mételáró boltba vásárolt, de azért sok mindent így belecsempésztem, és amik benne vannak, azok a legtöbb mindegyik. Ezek a bevásárolt szatyrok, ezek esernyőből készültek. Az egy darab esernyőből két darab bevásárolt szatyrot tudtam elkészíteni. Ráadásul ezeket én azért szeretem, mert nem is nagyon gyűrődnek. Itt látszik még az esernyőnek is, ahogy az esernyő rész, hogy hogyan volt. Kimostam, leszettem a tönkrement esernyőt, és ez abból készült. Tetőtérben lakunk, mert nagyon kicsi a lakásunk, tehát ezért mondtam, hogy nehezen, de megoldjuk a szelektív hulladékgyűjtést így is. De a zuhanyfüggöny nálunk mindig alapvető probléma, mert nekem azt mindig le kell vágni rövidebbre, mert a tetőtérben nem tudtuk másképp fölhelyezni a zuhanyfüggönynek maga a karnis részét, úgyhogy mindig keletkezik a zuhanyfüggönyből valami maradék. A rendezvény végén az érdeklődők között a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tárgyak, gépek kerültek kisorsolásra.